emtv.hu. Élmény és vélemény. Ez itt a Parallaxis. Öveket becsatolni. Indulunk. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis. Sziasztok! A mai Parallaxisban a leghomályosabb mélytörténelmi emlékeinket fogjuk toplistába szedni, de mit is jelent ez pontosan? Azzal kezdtem el foglalkozni a közelmúltban egy viccből, hogy megnézzük, hogy az ilyen mondáknak, akár a bibliai történeteknek, vagy akár más népek mondáinak, amik ilyen nagy kataklizmákat írnak le, például ilyen özönvízszerű dolgokat, meteor becsapódásszerű dolgokat és hasonlókat, ezeknek van-e valami történelmi, földrajzi, fizikai valóságmagjuk? Általában a mondáknak vannak valóságmagjaik, és valóban ezek az emberiség legrégebbi, még ha homályos is, de legrégebbi ilyen közös emlékei. És hát ennek nagyon érdekes szerintem utána menni, hogy lehetséges, hogy ezek közül ez az valóban megtörtént, és hát mi lehetett az a valóságban. Szóval igen, ezeket hívom én mély történelemnek. Mi, mint civilizáció, hogyha most beköszönt egy kataklizma, akkor milyen esélyeink vannak írásos emlékeket hagyni, hogy azt tényleg megnézzék, mert például a Star Trekben olyat láttam, hogy a dinoszauruszok egyszer csak összecsomagoltak, és nekivágtak az űrnek, mi meg már itt nem látunk belőlük semmit, pedig a Parallaxisban is beszéltünk arról, hogy lehet, hogy metropoliszokban éltek valójában. Hát az írásos emlékek hátrahagyása az egy nehéz ügy, hogyha egy civilizáció tényleg eltűnik, az általában eltűnik valóban. Ugye az Atlantis legenda például egy ilyennek a nyomát viselheti, amire persze majd még visszatérünk. Ugye írásos emlékekről általában nincs is szó, tehát tény, hogy például a Biblia vagy a Gilgames eposz, stb. Ezek például le vannak írva, de ezeket is évezredekkel, vagy minimum évszázadokkal, de inkább évezredekkel azután jegyezték föl, vagyis írták le először írásos formában, mint ahogy egyébként megtörténtek az események. Tehát itt elsősorban szóbeli hagyományokról van szó, akkor is, ha később őket leírták, úgyhogy ez aztán még külön bevisz egy bizonytalanságot ebbe a dologba. Mielőtt belevágunk, jön egy icipici szünet benne a jövő áprilisi kapcsolatfelvétel napjához kapcsolódó nyereményjátékkal, a szünet után pedig szétválasztjuk a Vöröstengert, érkezik szubjektív toplistánk a leghomályosabb mélytörténelmi emlékeinkről, Szodomától és Gomorrától az özönvizen át a nagy lehűlést okozó meteorig. Maradjatok velünk, már is folytatjuk. Bőfél úton járunk a következő kapcsolatfelvétel napjáig, amikor is ismét megünnepeljük a vulkániak 43 év múlva esedékes érkezését a Földre. A hajtóműveket viszont már most melegíteni kezdjük, ezúttal egy nyereményjátékkal. November 29-én éjfélig válaszolj helyesen az a kapcsolatfelvételnapja.hu oldalon a Kapcsford 3 könyvért megmondom nevű játék felhívásban feltett kérdésekre, és ha szerencsés vagy, megnyerheted a 3 darab 3-3 Star Trek könyvből álló ajándékcsomag egyikét. A kapcsolatfelvételnapja.hu. Ajánló következik. A nevem Sam. White Sam. Na jó, igazából Áron vagyok, de tényleg, elindult Magyarország új mozis kibeszélő podcastje, a White Sam. A mikrofonnál Csaba, Magdi és Ádám. Az epizódokért kattints a whitesam.emtv.hu oldalra. Az űr. A legvégső határ. Ennek a végtelenjét járja az Impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat eljuttassák oda, ahová még senki sem merészkedett. Az űrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az impulzus.űrszekerek.hu címre kattintva találod. Ajánlót hallhattatok.
Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk, támogasd az ország legnagyobb Star Trek tematikus sci-fi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! A Parallaxis visszatért. Csatorna nyitva. Tudományos és fantasztikus toplista a Parallaxisban. Mi a legfrissebb emlék, ami ilyen pusztuláshoz vagy kataklizmához köthető? Gondolom erről van a legtöbb információnk, ahogy haladunk mélyebben, egyre visszafelébb a történelemben. Hát igen, most persze rengeteg minden közül lehet válogatni, és akkor én teljesen szubjektív módon válogattam a dolgokat, többek közt az alapján, hogy én is mikkel foglalkozom, úgyhogy teljesen szubjektív okokból kiválasztottam Doronoff munkáját, aki egy izraeli származású oceanográfus, aki jelenleg Floridában dolgozik, a Florida State University-n, és hát ő egy teljesen komoly, rendes oceanográfus, de hát azzal rázta föl egy kicsit az állóvizet, ha már oceanográfusról van szó, néhány évvel ezelőtt, hogy ő bizony kiszámolta, hogy az a történet, amikor Mózesék ugye kivonultak Egyiptomból, és ugye ismert ez a történet a Bibliából, hogy akkor ugye olyan nagy szelet korbácsolt föl az Úr, hogy ketté vált a Vörös-tenger előttük, és akkor ők száraz lábbal át tudtak menni, és amikor az őket üldöző fáraó seregei odaértek, akkor gyorsan összezárult a víz, és elmosta a sereget, akik belevesztek a Vörös-tengerbe, és így menekültek meg. Na most hát nagyon sokáig azt mondták az emberek, hogy persze hát el lehet hinni a bibliai történeteket, de hát hogy ez egy csoda volt, olyan értelemben volt csoda, hogy itt a fizikai törvényeket meghazudtoló módon kellett, hogy történjen valami, mert ilyen már pedig nincs, hogy egy tenger csak úgy hátra megy. Ehhez képest a Doronoff azt mondja, hogy persze, hogy csoda-csoda, hát az önmagában egy nagy csoda, hogy pont akkor történt, meg hát ez egy nagyon-nagyon ritka esemény, viszont azért a fizikának nem mond ellent. Tehát ő, mint tisztességes oceanográfus végig számolta azt, hogy ott, ahol ez az átvonulás hagyományosan történt, azt ugye úgy kell elképzelni, hogy ez a Suezi öbölnek egy északi csücske, amit egyébként a Biblia úgy hív, hogy Sás-tenger, Jamszúf névre hallgat a héber szövegben ez a rész, ami a Sás-tenger önmagában arra utalhat egyébként, hogy az nem volt egy különösebben mély része, egy ilyen nyúlványa volt a Vörös-tengernek, ami talán ma már nincs is meg. Egyébként ugye azóta már ott megy a Suezi csatorna is, meg minden, tehát ott egyrészt az évezredek eróziója, másrészt pedig hát ugye a terület átalakítása, ezt már eltüntette ezt a helyet, amiről beszélünk, de ez egy északi nyúlványa volt a Vörös-tengernek valószínűleg, és ugye ezen kellett átmenni, és hát ő kiszámolta, hogyha veszi azt a domborzatot, ami ott van, meg egy ilyen völgyet, akkor bizony-bizony, hogyha az ember megoldja a megfelelő egyenleteket, akkor azt kapja, hogyha észak felől fúj 72 km per órával, vagyis 20 méter per szekundummal egy szél, az bizony képes arra, hogy feldúzzassa, hátra küldje a Vörös-tengernek ebből az öbléből tulajdonképpen a Vörös-tengert, úgyhogy ott kiemelkedjen egy olyan szírt, ami azóta is ott van, korabeli vízszinthez képest akkor 2,5 méterrel a tenger alatt volt egy ilyen szírt, amit sose lehetett látni, de amikor egyen erős szél érkezhetett, akkor az hátra tudja nyomni a tengert, és akkor bizony lehetséges, hogy ott a felduzzasztott tenger mellett tényleg száraz lábbal át lehet sétálni. És olyan hosszú ideig az egyenlet lehetővé teszi, hogy ott a nép... Igen, így van. Tehát amíg a szél az fúj, addig a szél az úgynevezett szélnyírás révén megdöntött vízfelülettel tud egyensúlyt tartani. Tehát ez most is van, hogyha Balaton fölött fúj a szél, mondjuk nyugatról kelet felé, akkor valóban ki lehet mutatni, hogy permanensen, amíg egyenletesen fúj a szél, addig igaz az, hogy mondjuk Kenesénél sokkal magasabb a vízszint, mint Keszthelyen,
mert meg van döntve az egész Balaton. Tehát egy ferde helyzettel tart egyensúlyt. És van ennek a modellnek valószínűségi számítása? Na ez az, így van. Nagyon jó, hogy kérdezed, mert van. Ugyanis nem hagyták ennyiben a kérdést, kiszámolták, hogy 72 km/h, de hát 72 km/h az főleg ezen a területen, ott a földközi tengermedencében, azért a szélsebességnek rohadt nagy ám. Úgyhogy Doronoff és egy legendás fizikus, Nathan Paldor ketten összeültek, és kiszámolták, hogy mi a valószínűsége. Abból a modellből kiindulva, hogy a széllökések a világon, a szélerősségeknek ismert az eloszlása közelítőleg, mégpedig egy úgynevezett hosszú farkú eloszlást követ, amit Weibull eloszlásnak hívnak. Ez azt jelenti, a hosszú farkú eloszlás, hogy azért a marha erős szelek is előfordulnak, csak nagyon-nagyon ritkán. És azt találták, hogy ekkora erősség ottan az egyébként 2000 évente egyszer előfordulhat, úgy nagyjából, ami még egyébként véletlenül konzisztens is, mert hát ugye ezért mennek ezek a dolgok csodaszámba. Tehát ami 2000 évente egyszer fordul elő, az aztán tényleg olyan, hogy arra még 2000 év után is emlékszik az emberiség, és hát egyébként ez a történet a szokásos történészi vélekedés szerint, ez az egész kivonulás Egyiptomból sztori, ez körülbelül olyan 2200-2400 évvel ezelőtt történt valamikor, tehát még ezzel is konzisztens az ügy, és meg érdekesség, hogy nagyjából ugyanebben az időszakra teszik azt, ami állítólag az Atlantis mondakörnek, az is egy hasonló történet, és végülis ugyanez. Tehát, hogy lehet, hogy Atlantis elsüllyedése is úgymond ugyanekkor történt, ez már egy érdekesség. Annak nem tudom, hogy annak direkten mi köze a szélhez, de ott az az állítás, hogy a Santorini vulkán az akkor tört ki, időszámítás előtt 1450 körül, és állítólag az vezetett ahhoz, hogy ott bizonyos görög szigetek, azok konkrétan vulkánkitörés következtében megsemmisültek, illetve víz alá kerültek. Hát szóval igen, ez az időszámítás előtt 1400-as évek világa, hát ez az, amire azt mondhatjuk, hogy a legfrissebb emlék, és nem igaz, hogy ezt a fizikai jelenségekkel nem lehet megmagyarázni. Ez persze nem bizonyíték arra, hogy megtörtént, de Doronoffék megmutatták, hogy ez egyáltalán nem feltétlenül mond ellent a fizika törvényeinek. Ádám, az Atlantis az nem a Pegazus galaxisban van? Végig ez járt a fejemben, nem tettek róla, aki mondják, hogy Atlantis, nekem ez jut eszembe, de egyébként nem csak Atlantis pusztulhatott el, vagy pusztult el, hanem Szodoma és Gomorra 3700 évvel ezelőtt, úgyhogy menjünk egy kicsit még visszább. Hát bizony, ahogy a Szodoma és Gomorra történet az ismét a Bibliából ismert, és ugye ez itt Ábrahám korában jelentkezik abban a történetben. Ugye ott arról van szó, ugye a bibliai interpretáció szerint, hogy Szodoma és Gomorra az két város volt, akik nagyon Istennek nem tetsző életmódot folytattak, és ezért egy tűzesőt küldött oda, amelyben megsemmisültek ezek a városok. Hogy ennek van-e történeti alapja. És ez egy idei eredmény, 2019-es, hogy úgy tűnik, hogy hú, azt a mindenit bizony, mintha lenne. Na ez az elég kemény. Először is beszéljük meg, hogy a történészek körében azt mondják, hogy Ábrahám pátriárka, aki ugye ebben a sztoriban szerepel egyébként, az ő életét, hát legalábbis Magnus Magnusson az Ásóval a Biblia nyomában című klasszikus könyvében ezt írja, hogy a sztorik alapján, meg a geopolitikai információk alapján, amiket írnak a történetben, úgy tűnik, hogy olyan időszámítás előtt 2000-ben élhetett Ábrahám, vagy hát az ő ez a mitikus alak, az akkori történetekből ötvöződött össze. Időszámítás előtt 2000 plusz mínusz 200 év. Ez a plusz mínusz 200 év, ez nagyon jó, mert ez nekünk most kapóra jön. Mert ez a történészek abszolút hibája? Hát úgy tűnik, ugye? És most mondom, tegyük félre azt, hogy most Ábrahám mennyire volt történelmi személy. Persze Ábrahám az egy óriási pátriárka, ugye nem csak a Bibliában szerepel, hanem a Koránban is szerepel, Ibrahim néven, tehát ők körülbelül a monoteista vallásoknak a közös ősatjaként tekint rá mindenki. Ennek megfelelően persze mindenféle legenda szól róla, szóval nyilván a történészi hiba határ az még lehet, hogy ennél valójában nagyobb is, de hogyha kiindulunk abból, hogy Ábrahám az körülbelül 4000 plusz-minusz 200 éve élt,
akkor abban még esetleg beleférhet az, hogy 3700 évvel ezelőtt, most már megint most még nagyobbra veszük az errorbát, 3700 évvel ezelőtt talán lehetett ez a Szodoma és Gomora történet, és az azért lenne nagyon jó, mert 2019-ben a jordániai Tal el Haman környékén a régészek, ugye az a, egyébként a Hold tenger mellett van, és a Hold tenger az 457 méterrel a tengerszint alatt van, ugye, tehát ott ugye marha mélyen, jó nagy légnyomás van, ugye oda járnak az emberek pancsizni a körülbelül 32%-os sótartalmú vízbe, tehát hogy ismerjük ezt a környéket. Ottan ástak a régészek, és arra lettek figyelmesek, hogy üveggé változott kerámia darabokat találtak, illetve olyan cirkónium gáz nyomokat találtak a korabeli 3700 évvel ezelőtti rétegből származó kerámia darabokban, amik olyanok, minthogyha valami óriási nagy meteorbecsapódás lett volna, hiszen akkor történnek ilyenek, hogy valami felhevül ott a környéken körülbelül 4000 fokra. Ilyen hőmérséklet kell ahhoz, hogy ezek a kerámia darabok így meg tudjanak üvegesedni, de azt is lehet tudni, hogy nem tartott olyan sokáig a hevítés, mert például egyes kerámia daraboknak a belseje az nem olvadt meg. Csak egy külső rétege, ugye? Ez nagyon érdekes. Tehát valami rohadt meleg volt ott, ami 4000 fokra fölizzította ott a térséget, de aztán az nagyon gyorsan le is csengett. Erre utalnak a vizsgálatok az ottan a régészek által kiásott 3700 éves cuccokból. Tehát ez igencsak konzisztens azzal, hogy egy kisebb, nem ilyen globális méretű, hanem egy lokális aszteroida becsapódás megtörténhetett, hasonló ahhoz, mint amilyen az 1908-as Tunguszka esemény lehetett, amikor ugye a Szibéria kellős közepére becsapódott egy valószínűleg egy üstökösnek egy darabja, és hát az ugye ott letarolta sok magyarországnyi területen az erdőt. Na még jó, hogy odaesett. Így van, meg jó, igen, és annyira lakatlan az a terület, hogy konkrétan kb. Nem is látta senki az első expedíciót a területre, csak néhány évvel később vezették, és akkor látták, 1920-as években látták először, hogy teljesen le vannak tarolva az erdők, de egyébként a becsapódás az olyan nagy erejű volt, hogy az emiatt létrejövő tűzgömböt mondjuk több száz kilométerre onnan látták ilyen helyi őslakosok Szibériában, és hát a szeizmométerek, rengésjelzők azok a világ minden táján jelezték. Tehát ez egy jól dokumentált eset. Ez egy újabb ilyen felkiáltó jel, hogy bizony ezt az aszteroidák elleni védekezés dolgot, ezt komolyan kell venni, mert ilyenek előfordulhatnak. És tényleg szerencse, ahogy mondod, hogy nem egy lakott területet trafált el. Szóval ilyesmi lehetett az, ami 3700 éve történt, és mit ad Isten, a történészek ettől teljesen függetlenül a Szodoma és Gomora helyét a Holdtenger közelébe szokták tenni. Tehát a timing is működik, tehát tényleg nagyjából az a korszak, a helyszín is konzisztens, és hát úgy tűnik, hogy bizony az a leírás sem lehet teljesen légből kapott. Mi történt ott? Ugye tűzeső hullott alá az égből. Most hogy máshogy írná le egy jókori ember azt, hogy becsapódik egy meteor? Hát lényegében a szibériai népek is, akik látták ezt az egészet, ők is ugyanígy írták le szavakkal, tehát természetesen ez az, ami az ember, aki lát egy ilyen becsapódást, az bizony ezeket a szavakat használja. Szóval ilyen értelemben bizony az is lehet, hogy ja, ez is megtörtént. Lehet, hogy egyébként földönkívüli űrhajó felszállása hagyta ezt a nyomat Mulder ügynök Lágyvész. Hát igen, persze, ez nem mond ellent ennek a dolognak. Lehet, hogy egy földönkívüli űrhajó hajtóműve volt. Annyit tudunk, hogy 4000 fokra nagyon rövid ideig felhevítette ott a környéket. Hát, simán belefér. Tehát vannak még ebben lehetőségek. Szerintem írj belőle egy könyvet, vagy egy forgatókönyvet legalább azért. Vagy hát az Ig Nobel-díjén, most arra hajtok, nagyon olyan kutatás. Ó, jó, igen. Na, hát. Oké, majd ezen még gondolkozunk, meg a hallgatók ötleteit is persze várjuk. Ebben azért még vannak ebbe a témában lehetőségek, azt hiszem. Ig Nobel lehetőségek is. Maradjunk a Bibliánál. Ez egy nagyon népszerű könyv, ha ilyen kataklizmákról van szó. Az özönvíznek mi köze a Fekete-tenger keletkezéséhez, Miklós? Ez egy 1997-ben felvetett hipotézis volt, amit a B. Ryan és Walter Pittman nevű amerikai kutatók, geológusok egyébként hoztak elő.
ugye az az ötlet, hogy amikor volt ugye a jégkorszak, akkor ugye a tengerszintek sokkal alacsonyabbak voltak, még utána is jó sokáig. Ugye ezt tette egyébként lehetővé az egész földnek a benépesítését az emberek által, mert hogy például akkor még Szibériából Alaszkán keresztül Amerikába például szárazlábbal át lehetett sétálni. Ugye? Tehát amit ma úgy hívnak, hogy az Aleut-sziget ív, az ott egy összefüggő szárazföldi útvonal volt, és ott gyakorlatilag az ős emberek ott át tudtak menni a kőkorszakban, és ilyen módon tudták benépesíteni a világot. Tehát a tengerszintek nyilván, amíg ott volt az északon a nagy jégtakaró, addig alacsonyabbak voltak a bolygón, és aztán szépen lassan állt vissza. Na most emiatt aztán maga a földközi tenger is egy ideig egy beltenger volt, tehát nem volt összekötve az Atlanti-óceánnal, ott Gibraltárnál is ott át lehetett sétálni. Aztán a földközi tenger az már tengerré vált, de ahogy mondod, a fekete tenger az még egy ideig ellenállt, tehát a fekete tenger az valószínűleg egy nagyon termékeny síkság lehetett, körülbelül olyan 9400 éve. Tehát ez már egy elég mély, ez már elég mély múlt, ugye? 9400 év. Jövünk kifele a jégkorszakból. A fekete tenger területén valószínűleg lehetett azért valami édesvízi tó, de az nem volt akkora kiterjedésű, mint a mostani fekete tenger, hiszen ami most egy ilyen tenger alatti szírt ott a Boszporusznál, az akkor még egy tenger fölötti szírt volt, ami tehát elválasztotta egymástól a földközi tengert és a későbbi fekete tenger térségét. Egyébként ugyanekkor tájt, ott Anatólia környékén, tehát ugye a mai Törökország területén virágzó civilizációk éltek, és hát azt mondják a régészek, meg a régészeti genetikusok, sőt egy kicsit még a nyelvészek is azt mondják, hogy az indoeurópai nyelvet, ősnyelvet beszélő népeknek a valószínű őshazája az éppen ez az anatóliai síkság, ami akkor kitűnő mezőgazdasági terület volt, és hát természetesen virágzó civilizáció élt ott. Például az egyik legősibb város is Anatóliában van, amit feltártak, ugye az Jatalhüyük, ami Krisztus előtti 7. évezredi város, ott a Kónya síkságon, ott búzamezők voltak. Ez az új kőkorszak, amiről beszélünk. Ezért aztán tudjuk, hogy ottan volt civilizáció, és ha valakik, akkor ők megőrizhették annak a történetét, hogy 9400 éve, tehát kb. Pont akkor, amikor ez a civilizáció ott élt, akkor történt az, hogy ez a boszporuszi szírt, ez átszakadt. Mégpedig úgy számolta Ryan és Pittman, hogy az 200 Niagara vízesésnyi erősséggel egy szökő ár egyszerűen átnyomult abban a pillanatban, amikor a földközi tenger elérte azt a szintet, hogy átlépte azt, akkor egy nagy átszakadás történt, ami persze igencsak kataklizmikus volt, hiszen ők még úgy számolták, hogy ez így nagyon gyorsan, tehát így napok alatt, ha ugyan nem órák alatt, azt eredményezte, hogy 50-60 métert megemelkedett a vízszint. Tehát aki ott lakott, ugye, azt egyértelmű, hogy tényleg ez a szökővel ez maga alá borította. Az nyilvánvaló, ez nem volt egy globális esemény, tehát ugye a Biblia, és egyébként a Gilgames eposz is, ami ugye eredetileg egy sumér eposz, na az is egyébként úgy írja le ezt a történetet, mint egy globális özönvíz lett volna, hogy az egész föld víz alá került. Hát ugye ilyen valószínűleg nem történt, de az nagyon valószínű, hogy tényleg történt valamilyen brutális, ami hát a kor esemény, ami ugye a korabeli világot, az ők is civilizációjukat ott, azt aztán abszolút érintette ez a dolog mindenképpen. És hát egyébként akkor térjünk ki arra is, hogy valóban a Bibliát említetted, de a Bibliával majdnem megegyező jellegű leírása van ennek a történetnek a Gilgames eposzban. Ugye a Gilgames eposzt ugye eredetileg a sumérok írták, de aztán a babiloniak meg az asszírok is átvették. Ugye a mai ismert formája annak, azt ugye agyagtáblákon találták, és azt Krisztus előtt 600 környékén jegyezték le ilyen ékírással. De egyes részleteit már megtalálták sokkal korábbi köveken, tehát még azelőtt 2000 évvel már ismerték a Gilgames eposzt, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon régi eposz.
persze a lényegében tekintve majdnem ugyanaz, mint a Noé történet. Ugye a Gilgamesh eposzban a Noé-nak megfelelő karakter neve az Umnapisti. Vannak azért különbségek, a Gilgamesh eposzban kerek a bárka, amit miért megépít. Miért nem az Umnapistihez mentem feleségül, nem ezt mondja a Mézga családban? A... Igen. Vannak különbségek egyébként, a Noé-nál kocka alakú, vagy hát szögletes a bárka, de Umnapistinél, vagy Hufnagel Pistinél, ugye, viszont kerek. De egyébként mind a két történet azt írja le, hogy az özönvíz oka az eső. Na, ez azért ugye más. Tehát most, hogyha igaz ez a Fekete-tenger keletkezése hipotézis, akkor ugye ez más, ez inkább egy ilyen gátszakadás. De lehet, hogy eshetett az eső. Ja, igen, egyébként biztos ezt is ki lehetne okoskodni, hogy itt mi a meteorológiai kapcsolat a kettő között, hogy akkor hirtelen egy nagy terület kerül víz alá, de meleg van, és akkor erős a kipárolgás is esik. Tehát mit tudom én, valami Ig Nobel-díj ötlet az itt is lehet. Na most egyébként a Gilgamesh eposzban csak 6 napig tart az özönvíz, a Noé történetben 40 napig, meg az is különbség, hogy melyik hegyen kötnek ki. Ugye a Noé ugye az Araratnál feneklik meg, ugye az mostani az ugye Örményországban van, Örményország és Törökország határán van az Ararat, és hát viszont a Gilgamesh eposz az a Nisir hegynél ér véget, az kicsit arrébb van, az a mai iraki Kurdisztán területén van, de hát lényegében nagyon teljesen hasonló a két történet. Egyébként, ha már itt Ig Nobel szálak mentén megyünk, akkor azt biztos tudjátok, hogy indítottak expedíciókat, hogy megtalálják Noé bárkáját az Ararat tetején. Ez egy régebbi sztori, mert én mintha már hallottam volna a régebbi híradókban, hogy ezt kutatják. Igen, de hát általában ezek komolytalan dolgok, tehát ilyen geológiai alakzatokat interpretálnak úgy fényképeken, hogy ez egy marha nagy bárka ott az Ararat tetején, de az az érdekes űrkutatási vonatkozás, hogy a megboldogult Jim Irwin űrhajós, aki az Apollo 15-nek a Holdcom pilótája volt, és egyébként utána, miután kivált az űrhajós osztagból, akkor ő ilyen full-time prédikátor lett, az egyik ilyen új protestáns gyülekezetben Amerikában, és hát ő volt az egyik nagy híve ennek a Keressük meg Noé bárkáját projekteknek, és expedíciókat vezetett az Araratra. A Holdat megjárta, és ugye ott meg is találták azt a hőnáhított fehér színű követ, amit el is neveztek Genezis kőnek, ami a legősibb kőzet, amit begyűjtöttek a Holdról, több mint 4 milliárd éves, akkor azt mondták a Jim Irwinék a Holdon, hogy megtaláltuk, amiért jöttünk Houston. Hát az Araraton nem találták meg, amiért jöttek, de még mindig vannak. Hát többnyire fizetős amerikai nyugdíjasok, akik befizetnek ilyen kutatásokra. Ez talán némileg komolytalan, viszont az egy döbbenetes tény, hogy lehet, hogy ez az özönvíz sztori, ez bizony valós. De most persze vannak, akik ezt vitatják, mert egy 2009-es cikkben viszont azt mondják más oceanográfusok, hogy lehet, hogy csak 5-10 métert emelkedett az a vízszint, nem pedig 50-60 métert, és akkor az korán se volt annyira durva. Tehát ez hozzátartozik, hogy azért ez egyáltalán nem triviális, mert ugye a Fekete-tengerbe megy bele a Duna, ugye? Ezt biztos tudjuk, ugye? És akkor a Duna az meg rakja le a hordalékot. Tehát ennyi idő alatt azt számolják, hogy valószínűleg Fekete-tengernek az alja jelenleg 80 méterrel följebb van, mint 9000 éve. Egyszerűen azért, mert a Duna rakja le a hordalékokat. És azért ilyen évezredes skálán ez baromira nem mindegy. Gondoljatok bele, hogy ott van például, pont a sumérokról már beszéltünk, ott van Úrnak a városa, az a mai Irak területén helyezkedik el, és ez például azt lehet tudni, hogy az annak idején az Eufrates torkolatánál volt, tehát ahol az Eufrates belemegy a Perzsa öbölbe. Az Eufrates-t amúgy a sumérok úgy hívták, hogy Buranunna. Ez tök cuki. Ez is lehetne valami science fiction űrhajónak a neve, nem? Buranunna. Ez szerintem tök jó. Na, de az van, hogy akkor az úrvárosa, az konkrétan ott volt a tengerparton, de ma már 20 kilométerre van a tengerparttól, mert az Eufrates csak rakta le a hordalékot évezredeken keresztül. Szóval azért ez sokat számít ennyi idő alatt. És pont emiatt egyébként a Fekete-tenger aljából egyébként elég nehéz furatokat venni, mert akkor 80 méternyi Duna hordalékot kell keresztül fúrni. Szóval nem triviális a dolog. Lehetséges, hogy Noé megépítette azt a bárkát?
Hát ha valaki súgott neki, akkor én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy ugye számba vegye a teremtményeket párosával, kivéve ugye a velociraptorokat, akik lekésnek a népszerű mémek szerint, és egy ilyen monstre építményt megépítsen. Hát nem tudom megmondani technika történetileg, hogy akkori eszközökkel, lehetőségekkel ez megoldható-e. Tételezzük fel, hogy igen. Engem ezekből a történetekből inkább az ragadott meg, hogy a kutatók gyakorlatilag itt a teremtőnek a módszereit és eszközeit mérik fel, és ez, ha nem akarunk ugye konfliktusba keveredni itt a vallástörténettel, de szerintem nem is kell, mert nincsenek nagyon éles határvonalak a dolgok között, tehát itt, ha megjelenik a fizika is, mint a műszaki tudományoknak a képviselője, meg ugye a humán területek, akkor ezek nagyon jól ilyen mankóként támaszkodhatnak egymásra, és gyakorlatilag hát ilyen mindenhatói léptékekben ugye milyen más eszközei lehetnek az adott személynek, mint hogy ilyen özönvizeket idézzenek elő, meg tűzesőket, úgyhogy hát remélem azért az egyházak is ezzel ki vannak békülve, erről mondjuk nem tudok sokat mondani. Minden esetre egyébként nekem meg az a fixa ideám és kattanásom, és erről egyszer tényleg elkezdtem írni egy science fiction novella sorozatot, csak lusta voltam, és nem fejeztem be, hogy ezek emlékek, ilyen visszaszüremlő emlékek a jövőből. És akkor például a Bábel tornyát azt elkezdtem... Várjál, ezt most nem értem. Tehát ez megtörtént a jövőben. Igen. Nem tudom én sem megmagyarázni, hogy a Bábel tornya az egy űrlift építés például. Ja. És akkor lehet, hogy ciklikus a civilizációnk, vagy nem tudom. Tehát ugye például, hogy jól el lehet képzelni, hogy mindenki angolul beszél, van egy nemzetközi konzorcium, építenek egy űrliftet, de az elszakad, lepottyan, mindenkinek hal. Ugye? Vagy például ugyanez a Noé bárkáját, azt például úgy akartam leírni, hogy a föld egy nagy katasztrófa felé tart, és akkor egy ilyen kis kabint felküldenek, amiben genetikai minták vannak a föld teljes. Tehát akkor, ami teljes megtörtént, élő. Az újra és újra megtörténik. Na ez egy érdekes, hogyha tényleg mindig nullázzuk az adott civilizációkat, és ha lenne rá eszközünk, hogy mi felülről figyeljük, akkor ugyanaz épülne föl mindig. Aha. Én egyébként nem így gondoltam, hanem amikor azt mondtam, hogy emlékek a jövőből, az egy őrült ötlet, de egyébként, ha meggooglizzátok azt, hogy Feynman rádió, akkor elgondolkodhatok azon, hogy egyébként van egy nagyon kicsi esély, hogy információ tudna esetleg visszajönni a jövőből, és akkor milyen vicces lenne, hogyha valami tudattalatti módon a civilizáció tudattalanjában a jövő emlékei lennének meg előre valamilyen módon. Na mindegy, mondom, ez nagyon elborult, ez nem tudomány, ez fantasztikum. Van-e az információnál lehetőség arra, hogy a jövőből visszajuttassuk a múltba, akkor csúnya dolgokat tudnánk persze, előtt. Igen, ugye már beszéltünk a Parallaxisban is a különböző nagypapa paradoxonokról, és akkor abban maradtunk valószínűleg, emlékeztek, hogy a kronológia védelmi elv az lehet, hogy van a világban, pont azért, hogy a kauzalitás ne sérüljön, ezért nem jöhet vissza információ, de egyébként a Feynman abból a gondolatkísérletből indult ki, azt hiszem, hogy amikor az ember az elektromágneses hullámok, például a rádióhullámok egyenleteit fölírja, akkor van egy ága a megoldásoknak, ami visszafele megy időben, csak azt úgy mindig lehúzzuk, hogy ez nem fizikai, tehát nincs, még akkor is, ha matematikailag amúgy kijön. És akkor mi van, hogyha mégis van? Minden esetre ez nem komoly. De hát, hogyha az idő mégis ciklikus, akkor például ez jó pofa dolog, mert ilyen értelemben értelmet nyerhetnének ilyen módon egy csomó minden. Hogyha a genetikára gondolunk, vagy az űrliftre, ja, hát úgy lehet bárkát, úgy lehet égigérő tornyot, ja igen, úgy lehet. Na, szóval végül is, ma már egy csomó minden nem tűnik lehetetlennek, amire 100 évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy ez légből kapott dolog, és hogy ennek ez csak mese, mondták volna 100 éve. Ma meg azt mondjuk, hogy hát csókolom, mi mint emberiség majdnem meg tudjuk csinálni. Örökkévalónak aztán meg főleg van rá lehetőség. Sok Ig Nobel-díjas kutatás után most úgy látom, hogy bestseller is születik itt a műsorban, úgyhogy a csapat nagy erőkkel dolgozik a tudomány és fantasztikum terjesztésén, ezt én nagy örömmel látom. Ja, igen, meg egyébként még annyit, hogy a kőkorszakiakat azért ne fikázzuk le, jó? Tehát ez az új kőkorszak, ez nem gagyi. Tehát ha belegondoltok a Stonehenge-re, ugye az Krisztus előtt 3100-ban épült az első kör. És amiről, mindig áll. És még nem csak, hogy mindig áll, hanem hogy ugye a Fred Hoyle, a királyi csillagász, ugye a 60-as években ez kitűnően megmutatta,
és azóta elfogadott tény, hogy ez egy mennyire precíz napforduló előrejelző naptárrendszer, és hogy milyen precíz matematikai, meg hát nem égi mechanikai, hanem csillagászati ismereteket igényelt az, hogy ezt meg tudják építeni, meg használni tudják. Tehát az, hogy kőkorszak volt, az ugye nem azt jelenti, hogy az emberek ugye Frédi és Béni voltak, hanem bár azért nekik is jó tucaik voltak a sorozatban. Tehát ezek nagyon-nagyon fejlett, kifinomult civilizációk voltak, csak kevés róluk az adatunk. Menjünk is tovább, mert hogy még az utolsó helyzetről nem beszéltünk, ami egy ilyen nagyon globális katasztrófa, 12.800 évvel ezelőtt történt, és rohadt hideg volt utána, mert hogy nagy lehűlést okozott egy meteorit. Miklós? Igen. Vagy megszakadtál, vagy azt mondtad, hogy Miklós, és utána nem mondtál semmit? Átadtam azt, hogy... Ja, hogy ez egy szóátadás volt. Bocs, azt hittem, még van a kérdés. Nem. Ezt nehogy kivágjátok, ez tök jó. Bocs. Parallaxis. Azt olvastam, hogy például egy érdekes klímaesemény, aminek senki nem tudja az okát, az talán megint csak meteor becsapódásokhoz köthető, bár azért igencsak vitatott elmélet ez, azért ezt meg kell, hogy mondjam. Arról van szó, hogy most ha még visszább tekerjük az időkerekét, és valóban eljutunk oda, amit mondtál, ami ez a majdnem 13 ezer évvel ezelőtti világ, 12.800 évvel ezelőttre szokták mondani, akkor volt az a klímakutatásban rejtélyesnek számító dolog, a Younger Dryas nevű korszak. Ennek nem tudom lefordítani a nevét magyarra, mert a Younger Dryas az egy Magyarországon nem honos vadvirágnak a neve, de ezt úgy is szokták mondani, hogy the big freeze, ez az időszak, vagyis a nagy fagy, hát azt lehet mondani magyarul, hogy nagy fagy. Tehát az történt, hogy már elmúlt a jégkorszak, ugye többé-kevésbé, viszont már melegedett úgy általában a Föld, de akkor hirtelen jött egy marha gyors lehűlés. Ez ugye nem azonos a kis jégkorszak nevű történettel, amiről egyébként beszélgettünk már talán, az a középkorban volt. Ez egy erősebb lehűlés volt, és még sokkal régebben, és hát ilyenkor azt mondják, hogy ekkor tájt halt ki egy csomó ilyen nagy állat. Például a mamutok Európából ekkor tűntek el. Nem az egész világból nem tűntek el a mamutok, ugye, mert ott Szibéria északi részén az ilyen kisméretű mamutok ott egy-két szigeten, azok még ott érdegéltek sokáig. De a jó nagy gyapjas mamut, például aminek a csontvázát ugye Gyöngyösön a Mátra Múzeumban meg lehet nézni, amik itt sétálgattak akkor Európában, azok így kb. Akkor haltak ki. És nem feltétlenül azért, mert az emberek levadázták őket, hanem akkor jött egy nagyon durva lehűlés. Ugyanekkor egyébként Dél-Amerikában az óriás lajhárok ekkor haltak ki, vagy a nagy bölények Észak-Amerikában, meg egy csomó ilyen, ez a megafaunának több tagja. Amúgy tényleg itt ez egy érdekes kérdés, hogy lehet, hogy azért, mert az emberek levadázták. Ugye gyorsan történnek a dolgok így geológiai értelemben, tehát itt azért nehéz pontosan megmondani, hogy most mi történt, de tény, hogy ugyanekkor volt a nagy lehűlés, ugye erről vannak bizonyítékok, jégfuratokból, meg egyéb ilyen paleoklimatológiai adatokból, és az az érdekes, hogy például egy grönlandi mintában, és egyébként pontosan ugyanebből az időszakból egy dél-afrikai meteorkráterből, amit egyébként nagyon csodakráternek hívnak, ugye afrikáns nyelven, úgy hívják, hogy Wonderkráter, Pretória mellett egy meteorkráterben, és még néhány helyen is találtak ugyanebből az időszakból nagy platinum csúcsokat. Ugye ez azt jelenti, hogy platina és egyéb olyan nagyon ritka fémek bukkannak fel ekkor, ebben az időpontban, amelyek amúgy ritkák, és mindig pont ezekben a rétegekben, és ezt úgy interpretálták, hogy itt is nem is egy aszteroida, hanem lehet, hogy több aszteroida volt, tehát egy aszteroida zápor ugyanakkorák, mint mondjuk a Tunguszka, csak jött belőle több, és hát elképzelhető, hogy ezt törölte ki, ez változtatta meg úgy a klímát, hogy egyrészt ugye jött egy nagy porfelhő, ami az aszteroida becsapódások után szokott lenni, ami viszont egyébként ahhoz vezetett, hogy nem jutott le a napfény, és lehűlt a felszín, és egyébként az Atlanti-óceán tekintélyes része valószínűleg be is fagyott ebben az időszakban. Tehát ez egy tény, hogy ez a Younger Dryas lehűlés ez volt, de arról egyáltalán nincs meggyőződve a tudományos közvélemény, hogy ezek valóban meteorok voltak. Tehát
más elméletek is vannak. Az meg ugye kimutathatónak tűnik, hogy például Dél-Afrikában volt egy elég fejlett Roberg névre hallgató technológia, persze ezt mi nevezzük el így, nem tudjuk, hogy ők hogy hívták magukat, értitek? Szóval ezt lelőhelyekről, meg régész bácsikról nevezik el ezeket a kultúrákat. Na most ennek konkrétan az volt a neve, hogy Roberg kultúra, akik nagyon, nagyon kifinomult éles nyílhegyeket csináltak, és ezért aztán jól megkülönböztethetőek így a társatások, hogy mik azok, amiket ők csináltak, és azok, az ő leleteik mindenhol ott vannak, aztán 12.800 éve pak, mintha elvágták volna a sztorit, és ez a helyzet a Clovis kultúrával, amit egyébként úgy tartanak számon, hogy az bizony a mostani amerikai őslakosság, tehát az indiánoknak a közös őse volt, tehát a Clovis kultúra lehetett az, ami konkrétan a már emlegetett módon átsétált Szibéria felől, és benépesítette Amerikát. Ők is így hip-hop nagyon durván eltűntek, vagy hirtelen lehanyatlottak, és egyébként azt számolták még a 60-as években, hogy ők 11.500 éve tűntek el, ez a Clovis civilizáció ilyen rejtélyes módon, de aztán ugye rájöttek, hogy a rádiokarbonkor meghatározást azt szisztematikusan elrontották, mert a rádiokarbonkor meghatározás abból indul ki, hogy a légkörben milyen a különböző radioaktív izotópoknak az aránya, és azoknak a bomlási idejét ismerve meg lehet határozni, hogy a kerámia darabok, amiket találnak az adott civilizációnál, azok mikor voltak annyira felhevítve, hogy az akkori légkör oxigénjével érintkeztek, vagy mind egyéb gázaival, és akkor ilyen módon vissza lehet számolni, hogy mikoriak voltak. Na már most kiderült, hogy az 50-es években annyi atomkísérletet csináltak Amerikában meg a Szovjetunióban, hogy ez az egész kor meghatározás, ez szisztematikusan el lett rontva, hiszen a légkörnek teljesen más a mostani izotóp összetétele, mint mondjuk az atomrobbantások előtti világban, amikor még nem pakoltuk tele mindenféle izotóppal a légkört. Ne ijedje meg senki ennek, ez nem egy egészségkárosító dolog, ezek ilyen iciri-piciri kimutathatatlanság küszöbén egyensúlyozó nagyon kicsi koncentrációk, de a kor meghatározáshoz ez nagyon fontos. És akkor újra számolták, és csiribú-csiribá kijött, hogy a Clovis civilizáció nem 11.500 éve tűnt el Amerikában, hanem pontosan 12.900 éve, vagyis kb. Ugyanakkor, mint amikor ez a nagy fagy bekövetkezett. Na már most, hogy jönnek ide a mondák? Hát ugye a Clovis civilizáció kihalt, de hát mondtam, a mostani indián populációknak kb. Ők az ősei. És hát itt vannak például Hopi legendák. Ugye a Hopik azok jól benépesítették egy időben az észak-afrikai kontinens tekintélyes részét, aztán ugye jöttek az európaiak, és tudjuk, mit csináltak, ők meg a baciaik, és hát ugye alig maradt belőlük valaki, de azért Arizonában még van nagy Hopi lakosság, meg rezervátum, és hát ott lehet gyűjteni mondákat. És a Hopi mondák szerint az a helyzet, hogy volt két nép, két teremtés, ősi népet, az első népet, vagy az első világ népét, ugye így mondják a Hopi mondák, azt úgy hívták, hogy Tokpela első népe, amelyet tűzeső törölt el a földről. És utána jött a második világ, amit Tokpának hívnak, és hát azt mondják egyesek, hogy persze nem tudjuk, hogy ezek a nagyon homályos és csak szóbeli mondákon alapuló le sem írt történetek, ezeket a 20. századig nem írták le. Tehát, hogy ezek a történetek, amik tényleg szájról szájra hagyományozottak át, ezek mit jelentenek, de hát nem elképzelhetetlen, hogy ez a nagyon késői, nagyon homályos a 20. századig. Hát én szerintem akkor jegyezték le, igen. Mert ha csak abból indulok ki, hogy szerintem minden suliba megcsináltatják az információ torzulásos tesztet, amikor ugye két embert kiküldenek, az első ember elmondja az információt, átadja a másodiknak, a második a harmadiknak, és így tovább, és a 20. az már teljesen mást mond. Mennyire megbízható ilyen alapon egy 20. században leírt monda, ami mondjuk évtizedeken át szájról szájra jár. Hát nyilván minimális mértékben. Tehát az a kérdés, igen, hogy maradt-e egyáltalán bármi. Nyilván nem ennyi az egész monda, hanem az egész az kb. Úgy néz ki, mint egy gigantikus brazil szappanopera, tehát most csak kivételesen azt a magot keressük, ami lehet, hogy túlélte. Persze lehet, hogy ha van olyan... Nyilván az, hogy a Tokpelát hogy hívják, meg micsoda, ugye, vagy hogy a Noé
Noét vajon úgy hívták-e, hogy Umna Pisti, vagy hogy létezett-e egyáltalán, ugye ezek túl vannak ezen a határon, persze. De lehet, hogy tényleg van olyan törzsi kultúra, aki hagyomány szinten őrzi a dolgokat, és szertartásos úton tényleg őrzi ezeket a dolgokat, akkor persze lehet, hogy nem áll fent ez a nagymértékű információ torzulás, és úgy marad meg, ahogy van. Igen, de hát nem véletlenül ezt hagytuk a legvégebbire, hát 13 ezer év. Tehát azért komolyan, tehát hogy az minden szempontból rekord, de egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg az, ez lehet bármi. Hát azért azóta már történt egy-más, de minden esetre nagyon csábító gondolat, hogy lehet, hogy ennyire nagyon halvány és végtelenül eltorzult formába, de vannak valami kollektív emlékeink nekünk, mint emberiségnek abból a korszakból. És egyébként meg ijesztő, mert az ember az már egy nagyon értelmes ember lényegében több tízezer éve, csak nem írtuk le a dolgainkat, ugye? Tehát ezt mondtam, hogy például a kőkorszaki embereket nem szabad lenézni. Tehát, hogy az, hogy történelem előtti idők, hogy tényleg mennyire feneketlen a múltnak a kútja, ha úgy tetszik, hogy mennyi minden történhetett, amiről gőzünk sincs. Tényleg. Na most kéne azokat a webkamerákat, amik kint vannak, és a közlekedést ellenőrzik, meg az utcákat, azokat nem törölni, és 10 000 év múlva majd hüledeznek az emberek, hogy úristen, nézd meg, hogy éltünk. Igen, és másfelől meg azt látjuk, hogy tényleg azt látjuk, hogy a tudás az milyen rettenetesen gyorsan elvész. Tehát, hogy nagyon lassan épül föl valami, és aztán elhanyagolják, akkor paf. Talán beszéltünk is erről már, hogy meggyőződésem, hogy például az Apollo program űrhajóit azt most nem tudnák megépíteni, mert nincs meg hozzá se a tervrajz, se a módszerek, nincsenek meg a gépek, amikkel kellett csinálni, stb. És egyébként néhány éve történt az a tragikomikus jelenet, hogy az mostani amerikai űrhajót építő kutatók, vagyis mérnökök, akik az Orion űrhajót építik, azok mentek a Kennedy űrközpontba, és szétszereltek egy Apollo kabint, ami valami miatt nem repült, mert megmaradt, de teljesen elkészült, és ott régészkedtek gyakorlatilag. Tehát leszerelték az oldalát, és megnézték, hogy hogyan mennek itt a kábelek, meg hogy az ősök hogyan oldották meg ezt. Pedig az csak 50 évvel ezelőtt történt. Tehát így van, amikor valami megszűnik, akkor paf, mintha elvágták volna. Tehát egészen elképesztő, hogy például tele vagyunk ilyen mágnes szalagokkal, amiket nem tudunk lejátszani. Pedig azt hitték 50 évvel az emberek, hogy most itt az örökké valóságnak teszik el az emlékeket. Vagy már CD-t nem tudunk lejátszani néha, ugye? Már az is baj. Hát mi rakosgatjuk itt adathordozóról adathordozóra a műszaki dokumentációinkat, meg mindent, aztán hát ezek elvesznek sajnos, igen. Tehát véletlenül egyszer csődbe megy a Google, srácok, akkor mekkora lesz a civilizáció információ vesztesége? Drive-ban, vagy akármelyik felhőszolgáltatóban mennyi cuccunk van fönt, amik ugye fizikailag valami szétszortírozott bitek formájában van a világ teljesen random pontjain, ismeretlen szervereken. Tehát, hogy így ott tartunk, hogy valójában nem voltak annyira hülyék ezek az ókoriak, például a Hammurapi, hogy fölírta a törvényeket egy marha nagy kőoszlopra, hát az basszus, az meg mindig megvan, ugye? Azért végül is lehet, hogy visszajutunk egyszer oda, hogy ezek a kőkorszakiak tudtak valamit, igen. Igen. Meg lehet, hogy tudod, figyelj, lehet, hogy azért nem találtunk kábeleket, meg mindent, mert ők már mindent wifi-t használtak, minden wireless volt már akkor. Srácok, melyik mély történelmi pillanatot néznétek meg a saját szemeitekkel, ha ez lehetséges lenne, nem kell a felsoroltak közül választani? Én bármit, ami mondjuk egy római kort megnézni, hogy hogyan öltözködtek az emberek, hogy néztek ki, mert más dolog egy filmben nézni a kosztümöket és a történelemkönyvbe olvasni a leírásokat, de én bármit megadnék, hogy saját szememmel láthassam, hogy működött az a kor, és érezni, hogy az emberek hogy beszéltek egymással, és ezt látni, ez tényleg felbecsülhetetlen lenne számomra, de bármibe belenéznék. Vannak egyébként világon készült legrégebbi fényképek még az előző előtti évszázadból, számomra azokat is nagyon megdöbbentő megnézni, azok a ruhák, azok a épületek, a környezet,
Szóval ez nekem mindig egy nagyon-nagyon érdekes téma marad, és hát minél régebbre lehetne visszatekinteni, az annál izgalmasabb lenne. Én pedig időszámítás előtt 2600 környékére mennék vissza, amikor Hufu, vagyis ismertebb nevén Keopsz fáraó építette a nagy piramisát Egyiptomba, hogy ezt hogy csinálták, még milyen volt ez az egész hogy civilizáció. Az UFO jöttek-e építeni. Hát igen, tényleg. tényleg. Meg hogy eleve egyébként hogy nézett ki akkor ez az egész világ? Tehát én nem tudom amúgy, de lehet, hogy ez még mindig nem elég mély történelem, mert ez igazán mély történelem, az tényleg az, amikor már nincs írásos feljegyzés. Az amiről... a brutális kőkorszak, amikor igen. Mamutra mentek vadászni az emberek. Az ősrobbanáshoz senki nem akar visszamenni? Hát de ott olyan, ott nem férnénk el, azt mondta a Miklós, hogy ez... Az nem lesz annyira kényelmes sehogy se. Szerintem nem annyira érdemes, mert egyébként az ősrobbanás után 300 ezer évig kb. Nem is láttál volna semmit. Az hozzátartozik a történet. De milyen semmi az? Hát lehet, hogy olyan művészfilmesek erre vágynak. Ez volt szubjektív toplistánk a leghomályosabb mély történelmi emlékeinkről, és sajnálom, hogy a kacsa mesék megszakításának vaku emléke nem került fel a listára, de talán majd legközelebb. Se baj, köszönöm Miklósnak és Csabának a közreműködést, reméljük jól éreztétek magatokat, mi biztosan. A következő találkozásig pedig ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. emtv.hu Élmény és vélemény.